Kedves nézőink, köszöntöm Önöket a Pécsi Tudományegyetem Univerzitás Televíziójának Navigátor című műsorában. Elsőként egy olyan játékkal ismerkedünk meg, ami már több mint 250 ezer emberhez jutott el hazánkban, és sokak számára csenket ismerősnek, ha azt mondom, ez a játék az Immigropoli. Itt van velem a stúdióban Glid Viktor kutatási menedzser, a játék egyik fejlesztője. Szeretettel köszöntelek! Menjünk egy kicsit vissza a kezdetekre. 2009-ben indult el az ötlete az Immigropolinak. Igen, 2009-ben elnyertünk egy Európai Uniós pályázatot, amely a magyarországi bevándorolt közösségeket és a magyarországi bevándorlást kezdte el kutatni, és arra gondoltunk, hogy mivel lehetne fiatalokhoz közelebb vinni ezt a témát. Hogyan lehetne ezt a problémát úgy bemutatni, hogy ne egy könyvből kelljen elolvasniuk, vagy a tévéből, kereskedelmi csatornáról kelljen hallaniuk róla, hanem az interneten játékos formában miként lehet közelebb hozni hozzájuk egyrészt a bevándorló közösségeket, a multikulturalizmusnak az eszméjét, hogyan tudnak több ismeretet szerezni erről az egész világról, és így jött a játéknak az ötlete, hogy hát manapság mi a legegyszerűbb, vagy mivel lehet a fiatalokat megfogni egy játékkal, egy ilyen interaktív játékkal. A játék kifejlesztésénél lényegében a Pécsi Tudományegyetem oktatói és kutatói vettek részt, a politológia tanszék nagyon komoly részvállalat ebben. A politológia tanszék hallgatóival teszteltettük is egyébként a játékot és a karaktereket, még 2009-től kezdődően. Azután pedig elkezdtük tovább fejleszteni, először 4 karakterrel indultunk, most pedig 12 karakter van már a játékban. Mi a lényeg ennek a játéknak? Csupán ismeretterjesztési célból, tehát sem pozitív, sem negatív diszkriminációt nem alkalmaztunk a játék kifejlesztése során, pusztán ismeretterjesztési célból egyszerűen ismerje meg annak a migránsnak, annak a bevándorlónak az élet helyzetét, a hátterét, a családi hátterét, az utazásának a motivációit, amelyek idehozták Magyarországra vagy az Európai Unióra. Tehát azok az előítéletek, amelyek megvannak a magyar társadalomban, a fiatalokban is, és be kell vallani, hogy néha ezeknek az előítéleteknek van oka is természetesen, ezeket próbáljuk meg elhelyezni egy palettán. Tehát rengetegen úgy jönnek, hogy hasznos tagjai a magyar társadalomnak. Vállalkozásokat működtetnek, orvosok itt tanulnak, ide házasodnak Magyarországra, és olyan pozitív dolgokat hoznak Magyarország számára, amelyek egyértelműen más megvilágításba helyezik őket. Természetesen minden negatívum ellenére, amit nagyon sokat tudunk. Tehát a játéknak az volt a célja, hogy bemutassa azokat a migránsokat, akik itt élnek velünk, és inkább pozitív képet adjon a migrációról. Milyen visszajelzések érkeztek? Nyilván most már egy több éves múltja van ennek a játéknak, de hogy kik használják, milyen visszajelzések vannak? Igen, nagyon vegyes a kép természetesen, tehát vannak, akik negatívan állnak hozzá értelemszerűen, ez mindig megszokott, azt gondolom, azonban inkább a kép azt gondolom, hogy talán pozitív. Tehát az mellett is, ha már elgondolkodhatja az embereket, tehát ad egy olyan képet, hogy lehet feketén is fehéren is látni valamit, akkor úgy gondolom, hogy már közelebb léptünk ez a problémához, ha egyáltalán beszélünk róla, kibeszéljük. Ha találunk olyan karaktert, aki pozitívabban viszonyul hozzánk, tehát pozitívabb érzéseket kelt bennünk, hogy egyáltalán megismerjük magát a játékot, ugye azt gondolom és azt látjuk, hogy leginkább a fiatalok használják, tehát a középiskolás korosztálytól egy ilyen 25-26-30 éves korosztályig, tehát rengeteg visszajelzést kaptunk tényleg az elmúlt 3 évben, tehát több százra tehető azon visszajelzések száma, egyébként a fejlesztések során ezeket, amikor lehet, akkor figyelembe is vesszük. Európa felé is nyitott ez a játék, nemrég Bécsben volt egy díjkiosztó. Beszélni egy kicsit erről, hogy jutott el az ország határokon kívülre ez az Immigropoli? Igen, a játéknak van egy angol leképzése is. Néhány karakterrel elindítottuk az angol nyelvi játékot. Azt gondoltuk, hogy nem csak Magyarország számára, a magyar társadalom számára, hanem Európa számára, vagy hát a világ egyéb társadalmai számára is érdekes lehet. És neveztük a játékot egy interkulturális díjra, aminek most volt Bécsben a díjkiosztója, és szerencsésen bekerült a játék az első 10 közé. De azt gondolom, hogy mindemellett a legfontosabb és legjobb visszajelzés számunkra az, hogy nagyon sokan ismerik a játékot, tehát tényleg egyre többen, és ismeretlenek mondják, hogy de jó, játszottam vele, kipróbáltam, tetszik, sokat megtanultam erről vagy arról a témáról, azt gondolom ez fontosabb talán. Mi lesz a jövő? Terveztek-e változtatást, fejlesztést a játékkal kapcsolatban?
Igen, szeretnénk továbbfejleszteni a játékot értelemszerűen. Itt pénzügyi keretek vannak, mint egyéb más fejlesztéseknél leginkább, tehát az ötletek megvannak. Szeretnénk az online verzión is fejleszteni, interaktívabb irányba továbbvinni, illetve szeretnénk egy táblás játékot, tehát táblajátékot létrehozni, ez mégiscsak a közösségeket erősíti. Tehát azt szeretnénk, hogyha a családok, ismerősök, barátok, baráti társaságok leülnének vele játszani, és egy nagyon izgalmas, jó táblajátékot lehetne ebből csinálni. Ez megint csak pénz, javarész pénz függvény, úgyhogy most azon vagyunk, hogy egy következő pályázaton vagy támogatók, szponzorok segítségével tudjunk annyi anyagi fedezetet megteremteni, amivel ez megvalósítható. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Én is köszönöm. Pécs is csatlakozott a Ritka Betegségek Világnapja elnevezésű programsorozathoz. A Pécsi Tudományegyetem Orvosi Genetikai Intézete által szervezett rendezvényre második alkalommal került sor a Zsolnai Kulturális Negyedben. Második alkalommal rendezett ritka napot a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Genetikai Intézete a Ritka Betegségek Világnapja alkalmából a Zsolnai Kulturális Negyedben. A tavalyi évben tradícióteremtő szándékkal elindított program létrehozóinak az volt a célja, hogy az emberek megismerjék a ritka betegséggel élőket és elindítsanak egyfajta összefogást is értük. Az Európai Unió lakosságának kevesebb, mint 0,5%-a számít ritkának, betegségük hátterében legtöbbször genetikai rendellenesség áll. Meleg Béla professzor szerint azonban fontos hangsúlyozni, hogy a tudomány rohamosan fejlődik a genetika e területén. Sokan úgy emlegetik, hogy most egy aranykorszak, egy golden age fog kezdődni ezeknél a betegségeknél, illetve a több más betegségnél is. És a genetikai betegségnél, akiket hagyományos genetikai módszerekkel nem tudtunk vizsgálni, ezekkel jó eséllyel tudunk. Azt mutatják az amerikai és kanadai tanulmányok, hogy ritka betegségek esetében hozzávetőlegesen 60%-ban van valamilyen eredmény. A 60%-ból 30% már genetikailag korábban ismert génnek a betegsége, csak más klinikai megjelenést mutatott, 30%-ban teljesen új, eddig nem ismert betegség. Az egész napos programsorozaton bemutatkoztak az Éltes Mátyás iskola enyhe vagy súlyosan fogyatékos diákjai is, akik Pekingből kaptak ajándékot az alkalomra, hasonlóan sérült társaiktól. Amit most készhez vehettek, az a családnak és a családi szeretetnek a szimbóluma. Ez a végtelenített csomó. A ritka napon szakmai előadások, információs standok és tanácsadás várta az érdeklődőket, a játékosabb kedvű fiatalok pedig játszóházzal és fejlesztő játékokkal ismerkedettek a folyosókon. A program egyik színfoltját adta az Éltes iskola Ritka kincsestára című rajzkiállítás is, melynek egyik alkotója Zsófi örömmel mesélt az iskolai foglalkozásokról. Zsófi, mit szoktatok csinálni az iskolában? Tarulunk, játszunk, nézzük a tévét, el szoktunk menni sétálni. Az udvaros, ki szoktunk menni. Jól érezted itt magad? Érezted, hogy mennyien szeretnek és figyelnek rátok? Igen. El szeretném mondani mindenkinek, a tévéseknek, hogy nagyon szeretem őket, meg mindenkit szeretek. Lehet erre bármit is mondani? Ismét elindult a Pécsi Tudományegyetem által szervezett Mandula Virágzási Tudományos Napok, amely 4 napon át a legkülönbözőbb témákkal várta az érdeklődőket. Bódis József, a PTR rektora szerint az egyetem európai szellemiségét és lokális kötődését tökéletesen tükrözi az immár 7. alkalommal szerveződő programsorozat. A konferencia első napja az egyetem gyökereiről és arról a sokrétű hagyományról szólt, ami a PTE-hez vezetett. A neves hazai és nemzetközi szaktekintélyek, egyetemi tanárok társadalmi szinten tanácskoztak még a két és több nyelvűségről, valamint a felsőoktatás területi dimenzióiról. Az utolsó nap a sporthoz kapcsolódott, olyan neves előadók részvételével, mint például az ismert sportriporter Gundel Takács Gábor, aki a 2012-es londoni olimpiát mutatta be egy riporter szemszögéből, megosztva legemlékezetesebb ott szerzett élményeit. Általában szokás volt, hogy a sok-sok televíziós társaság együtt volt, egy folyosón együtt dolgoztunk, hogy mindenki kirakosgatta a saját érmeseit. És nekünk nagyon sok volt. És hogyha valaki ránézett az összesített éremtáblázatra, akkor azt látta, hogy ez a picike ország, Magyarország, ez folyamatosan ott van a 8., 9., 10. helyen. Miközben körülöttünk meg sokkal nagyobb országok voltak.
és mögöttünk is. És aztán persze hát kérdezgették, hogy ez hogy, meg miképpen, meg mit csinálunk, meg hogy. Hát természetesen nem mondtuk el, hogy ez azért elég komoly problémák vannak a magyar sportban, hanem büszkék voltunk. Számomra mindenképpen a legemlékezetesebb pillanat meg közvetítés ez a bizonyos magyar-izlandi férfi kézlabda mérkőzés volt. Nekem most már ez a harmadik nyári olimpián volt, én még sose közvetítettem magyar aranyérmet, de azt mondtam, hogy ezt nem adnám semmiért. Tehát ez egy olyan pillanat volt, vagy egy olyan meccs volt a hosszabbításokkal, mindennel együtt, hogy ez egy örök emlék. A fenntarthatóság, a kultúra és a kulturális örökség témáit felülelő konferencia sorozatban a széles közönség megtalálhatta a maga érdeklődési körének megfelelő előadásokat, és magával vihette azt az interdisziplináris szellemiséget, amit a témák és az előadók sokszínűsége jelképezett a 4 nap folyamán. Bátori díjat vehetett át a romániai állami finanszírozású magyar felsőoktatás megteremtése érdekében végzett kitartó munkájáért dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kardékánja, aki dékánhelyettesként és dékánként is kitartóan dolgozott az erdélyi magyar orvosképzés erősítéséért. Több mint 200 orvostanhallgató járt itt az elmúlt években részképzésre, és több mint 60 professzortársam és tanárunk járt kint Marosvásárhelyen, hogy tudását átadva segítse az ottani képzést. Ennek megfelelően itt le kell szögeznem, hogy a díj nem engem illett, hanem a közösséget. Kell Szolzsenyicin után legyen valami, ami kisebb, mint az egész világ, de nagyobb, mint a család. Ez a magyar nyelvet beszélők közössége. Ezek a magyarok és a székelyek. Kutya kötelességünk támogatni őket erőnkhöz mérten, ez nem képezheti vita tárgyát. A dékán kezdeményezésére indult az a program is, melynek köszönhetően a Pécsi Orvoskar doktori iskolájában erdélyi magyar és román orvosok és gyógyszerészek dolgoznak együtt a pécsiekkel, különböző tudományos tématerületeken, komoly távlatot teremtve a jövőt illetően. Folytatódik a PTE Gyermekgyógyászati Klinikán az a gyermekkori elhízást kutató program, aminek keretében korábban mintegy 16 ezer gyermek fizikai állapotát mérték fel Európa szerte, Magyarországon közel 3 ezer gyermekét. A program folytatásában az iFamily projektben már nem csak a gyermekek, hanem szüleik állapotát is felmérik. Minden korábban vizsgált gyermek egy testvére és egyik szülője is részt vesz majd az utánkövetésben. Európa szerte ez mintegy 50 ezer felmérést jelent. Az iskolán keresztül kaptunk egy információt, hogy lesz lehetőségünk egy vizsgálatra, és amikor utána néztünk, hogy pontosan mi ez, akkor láttuk, hogy olyan lehetőség van, ahol meg lehet vizsgálni kicsit mélyebben azt, hogy tényleg egészségügyileg hogy állunk. Lényegében azóta éves rendszeressége kontrollra eljöttünk, mindig követni ezt a változást, és hát pontosan nem ismerem az iFamily-nek a folytatását, de gondolom, hogy ugyanezt a munkát lehet ott folytatni, és mi élni fogunk ezzel. Molnár Dénes a klinikai igazgatója elmondta, a vizsgálattal árnyaltabb képet fognak kapni az elhízás okairól, aminek nem csak genetikai okai lehetnek. Meg kell vizsgálni ugyanis a családi hátteret és a fogyasztói szokásokat is. Ez biológiai mintavétellel, fizikai és pszichológiai vizsgálatokkal, valamint egy kérdőíves felméréssel és egy táplálkozási naplóval teszik majd. Szeretnék felhívni a figyelmet a stresszkezelés, az egészséges életmód és a testmozgás fontosságára. A vizsgálatok március közepén indulnak, és várhatóan júniusban lesznek meg az első részeredmények. Munka megbeszéléssel egybekötött bejárást tartottak az egyetem vezetőinek a 400 ágyas klinika építési területén. A látogatáson a résztvevők betekintést kaptak a munkálatok jelen állapotába. Két dologra fókuszálnánk, az egyik a külső homlokzatburkolatnak a rendszerének a 1:1 modelleken történő bemutatása, hogy mindenki lássa a lehetséges változatokat. A másik pedig a külső nyílászároknak a ugyancsak 1:1 modelleken történő bemutatása. A napokban mindkettőben tervezői döntés, illetve építetői jóváhagyás születik, ami meghatározza majd az épület arculatát és szerkezeteit. Kukai Tibor műszaki igazgató azt is elmondta, a bontási munkálatok 95%-ban befejeződtek, így napokon belül megkezdődhet a rekonstrukció. 7. alkalommal nyitotta meg kapuit a Pollák Expo, az építészet, építő, villamosipari, gépészet, környezet és informatika területei iránt érdeklődők számára. A Pollák Mihály műszaki és informatikai kar által szervezett bőrzén több mint 100 kiállító és 16 szekció várta a látogatókat.
A felsőoktatás és az ipar találkozójaként is számon tartott műszaki börze ebben az évben a jövő mérnökeinek helyzetére és az innovatív építészeti megoldásokra fókuszált. Olyan kísérő rendezvényekkel, mint a Smart Cities egyetemközi workshop, amelynek célja, hogy közös együttműködési lehetőségeket találjon az oktatásban és a kutatásfejlesztésben a szomszédos országokkal. De helyet kaptak a Baranya Open elnevezésű tehetséggondozó vetélkedő döntőbe jutott versenyzői is, akik az Expo falai közt mutatták be robottechnikai ismereteiket. Egyetemünk is bekapcsolódott a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Energiaegyensúly egészségprogramjába, mellyel az egészséges táplálkozást és életmódot szeretnék népszerűsíteni a hallgatók körében. A márciustól induló egészségprogram előadássorozattal és ingyenesen látogatható, személyre szabott szaktanácsadással kíván segíteni az érdeklődőknek. Manapság a felfokozott életritmus mellett egyre kevesre figyelem esik arra, hogy egészséges táplálkozás. Ez, ha úgy tetszik, akkor mindennapjainknak ilyen értelemben a része. Mindenféleképpen az egyik hangsúly az azon van, hogy információt kaphasson az a hallgató, aki ehhez a tanácsadási programhoz fordul, magáról az étkezésről, táplálkozási szokásokról, adott esetben még konkrét étrenddel is távozhat erről a tanácsadásról. Kvázi ezzel cserében, vagy ezzel párhuzamosan viszont a kollégák ahhoz, hogy jól tudják őt tanácsolni, néhány kérdést fognak föltenni, és pontosan ez a fajta kölcsönösség, hogy kérdések és válaszok fog számunkra, illetve a kutatók számára információt szolgálni, és hát haszonnal reményeink szerint az egyetemi hallgatók számára is. A 3 éves program alatt a helyes táplálkozási alapismeretek és energiaegyensúly mellett többek között a sporttáplálkozásról és a divatos fogyókúrák élettani hatásairól is beszélnek a dietetikus szakértők. A Pécsi Tudományegyetem Szemészeti Klinika gyermekszemészete 18 darab Sri Csimoly képet kapott a Sri Csimoly Alapítványtól. Dr. Gál Valéria szemészorvos szerette volna kicsit színesebbé tenni a gyermekszemészetet, ezért felkereste a Deák Ferenc gyakorló gimnázium és általános iskolát, melynek közreműködésével vették fel a kapcsolatot az alapítvánnyal. Az átadásra az iskola diákjai egy kis műsorral készültek, majd Sri Csimoly író, költő, festő, békefilozófus verseiből és életéből kaphattak egy összeállítást a jelenlévők. Öröm, vidd mindig magaddal, táplálni fog. 33 mesterszakos hallgató érkezett Kazasztánból a Pécsi Tudományegyetem felnőttképzési és emberi erőforrásfejlesztési karára. A kazasztáni Kaspot Repzoyus Karagandai Közgazdasági Egyetem a tavalyi évben kötött keretszerződést a FEC-kel, így most egy 10 napos intenzív képzésen vettek részt a különböző tudományterületről érkező kazah hallgatók. Olga Csán, a posztgraduális és továbbképző központ megbízott igazgatója, a delegáció vezetőjeként köszönetet mondott a fogadó feleknek, és elmondta, több területen lát együttműködési lehetőséget a jövőben a két egyetem között. Az oktatási program interdisziplináris és gyakorlati jellegéből adódóan számos egyetemi kar oktatója, önkormányzati szervezet képviselője és helyi vállalkozások vezetője járult hozzá a program sikeres lebonyolításához. Általános menedzsment, emberi erőforrás menedzsment, állami és önkormányzati közigazgatás, pénzügy és számvitel területén. Átadták az idei év Tolva Jernő festészeti díjait a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán. A díjat 2010-ben alapította Colin Foster dékán a Munkácsi díjas festő emlékére, melyet minden évben olyan fiatal művészek kaphatnak meg, akiket tanáraik előző évi teljesítményük alapján arra javasolnak. A 3. helyezett Lengl Orsolya munkái a digitális fényképezés spontaneitását tükrözik, Vidákovics Sámuel sivár emberi környezetet ábrázoló munkáival a 2. díjat nyert el, míg Pénzár Ágnes képein az ember különböző machinációknak lesz az eszköze, a zsűri az ő munkáit értékelte a legjobbnak. Az embert a középpontba állító munkák március 19-ig bárki számára megtekinthetők a Pécsi Horváth Színház csoport Horda galériájában. A magyar bajnokságban a legjobb 8 között szereplő PTE Peac csapatának centerével, Szabó Dáviddal beszélgettem. Dávid a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának hallgatója, akivel egy edzés alkalmával találkoztam. Mikor és hol kezdtél el röplabdázni? Én Csabrendekről származom, ez egy Veszprém megyei kis falu, és ott az általános iskolában, ilyen diákolimpiai szinten kezdtem el röplabdázni még édesanyám hatására.
Majd onnan, mikor többször megfordultunk megyei és területi döntőkön, akkor a Veszprém Röplabda Klub akkori utánpótlás edzője megkeresett, hogyha van kedvem esetleg komolyabb szinten röplabdázni, akkor középiskolai tanulmányaimat kezdjem el Veszprémbe, és akkor náluk tudok tovább foglalkozni ezzel a szép sporttal. Miért a PTFAC csapatát választottad? Veszprém után Kaposvárra kerültem ugyanígy az utánpótlás korosztályú röplabdázóként még, és mikor ott végeztem a tanulmányaimmal, lehetőségem miatt ugye a főiskolán folytatni tanulmányaimat, mivel mindenképpen testnevelő szakos hallgató, vagy testnevelő tanár szerettem volna lenni, két opció levegett a szemem előtt, az egyik Szombathely volt, a másik pedig a Pécs. Pécset akkor jutottak fel az NB1B-be, vagy hát NB1-be annak idején 2007-be, és így úgy döntöttem, hogy akkor Pécsre jönnék inkább, és itt a pécsi színekben röplabdáznék tovább. Eddig elért legnagyobb eredményed? Egy strandröplabdával lettem először országos bajnok, ez még 14 évesen volt egy gyermekkorosztályban, utána pedig Kaposvárral a junior országos bajnokságot nyertük meg. Hogyan tudod összeegyeztetni az egyetemet és a sportot? Szerencsére ugye testnevelő szakos hallgatóként elég toleránsak voltak a tanárok, hogy az edzésekre el tudjunk járni, illetve mivel általában késői időpontokban vannak az edzéseink, ezért az órákkal nem ütközött. Dávid az egyetem mellett nem csak a röplabda pályafutására koncentrál, hanem az utánpótlás fejlődését is segíti. Most már két éve röplabda edzőként is tevékenykedem itt Pécsett, általános iskolás felső tagozatos gyerekekkel foglalkozom. Két évvel ezelőtt még a teljesen kezdő csoport volt rám bízva, tehát így az alapokat oktattam, és most már az országos gyermekbajnokságra készítem föl a 13-14 éves fiatalokat. Jövőbeli célok a PEASZ csapattal? Abban nagyon bízom, hogy most, hogy 8. helyen bejutottunk a rájátszásba, az első osztályba, ennél esetleg egy előkelőbb, előrébb helyezést érünk el a bajnokság végére, illetve most, ami főként a szemem előtt lebeg az, hogy az utánpótlás fiú szakosztályt Gyöngyösi Zoltán kollégámmal és Szabó Tamás kollégámmal kiépítsük. Lehetőségem nyílt arra, hogy a fiúkkal lejátszunk egy rövid mérkőzést az edzés előtt. Számomra ez egy nagy élmény volt, nekik pedig egy jó bemelegítés. Szita Tamás a Pécsi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatója, emellett dolgozó ember, lelkes hobbizenész és elhivatott fotós. Illetének legmeghatározóbb pontjáról és annak fejlődéséről, magáról a fotózásról beszélgettünk. A fotózás konkrétan, mint technikai eljárás úgy került az életembe, hogy egy mámoros nyári éjszakán 2007 vagy 2008 nyarán ültem és néztem ki a fejemből, és azon gondolkodtam, gyönyörködtem, hogy milyen jó lenne, hogyha azt a képet, amit akkor és ott láttam éppen, azt meg tudnám örökíteni, és később akár nézhetném még, és gondolkodhatnék rajta, és akkor jött a felismerés, hogy tehát Atya Úristen, ezt már nagyon régóta meg lehet tenni, és akkor elkezdtem körülnézni, hogy kitől hogyan lehetne gépet szerezni, hogyan is kell fotózni, utána jártam a technikának, és elkezdtem fejleszteni magamat autodidakta módon. Tamás évek óta a fotózás rajongója, több képe került már be pályázatokra, versenyekre. Nemrég önálló kiállítását is megszervezhette. Nagy segítség volt, hogy nagy elismerésként tekintek ezekre az eredményekre, így visszamenőleg. Akkor inkább csak kezdeti próbálkozások voltak, hogy valahogyan megmutassam mindazt, amit magamban felfedeztem. Viszont nagy segítség volt az, hogy pár barátommal együtt létrehoztunk egy civil szervezetet, egy egyesületet, amivel kapcsolatban aztán elkezdtünk pályázni, és akkor így jöttek a dolgok. Kellett csinálni, kellett gondolkodni, ötletenni kellett, és szervezni kellett kicsit konkrétabban, kicsit profibban, mint csak az otthoni fotózgatás ezeket a dolgokat. Például itt van mögöttem ez a kép, ez is egy pályázati anyagra készült, egy önkormányzati kiírás volt az, amit sikeresen abszorváltunk, amiben nekünk az volt az ötletünk, hogy megörökítjük Pécs különböző város részeit az alapján, hogy az ott élő emberek miképpen és milyen formára változtatják, reálják a saját környezetüket a többi város részhez képest. És akkor itt gyárváros, uránváros, kertváros és a belváros különbségei lettek összehasonlítva alapvetően társadalmi alapokon. Nagyon érdekes volt, ez a kép kertvárosban készült. Éltem is kertvárosban, tehát kicsit olyan retro feelingem volt, hogy olyan helyekre megyek vissza, ahol gyerekkoromban sok időt töltöttem, ez konkrétan a Femánál készült, amiről most már tudjuk, hogy eléggé lerugott állapotban van. És annak idején, amikor én kisgyerek voltam, akkor nyitott
a FEMA, és akkor az még egy nagyon nagy szám volt, mint Pécs legnagyobb bevásárló és szórakozó központja. Úgyhogy érdekes volt, olyan vegyes érzéseim voltak, de alapvetően egy nagyon jó tapasztalat volt. Kedves nézőink, ennyi fért mai adásunkba. Én 2 hét múlva ismét várom Önöket aktuális egyetemi hírekkel. Addig is nézzenek bennünket. Korábbi adásainkat Nyitott Egyetem című ismeretterjesztő műsorunkkal együtt megtalálják az interneten. Viszontlátásra!